Van, aki leszáll, van, aki nem a kerékpárról a zebrán. Állandó konfliktus van a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok között. Éppen ezért több éve zajlanak egyeztetések azzal kapcsolatban, hogy kell-e módosítani a KRESZ szabályait. Például azt, hogy a kerékpáros kötelezően csak a kerékpár utat használhassa. Kerékpáros szemmel nekünk, hogyha mondjuk sportolunk, hogy edzés munkát végzünk, jó lesz ez a KRESZ módosítás, de én azt gondolom, hogy ez nem fogja megoldani minden problémát, mert szintén lesz konfliktus, mert amikor van kerékpárút és nem megyünk rajta, mert nagyon rossz minőségű, nagyon veszélyes, akármi miatt, de nem azért nem megyünk kerékpárúton, mert rosszalkodni akarunk, tehát a közúton megyünk, mindig van autós, aki rendszeresen dudál és közel jön, mert mutatott, hogy van kerékpárút, és igaza van, valóban van kerékpárút, de az autósok nagyon nagy többsége nem kerékpározik, és nem érzi, amikor egy kerékpároshoz közel megy. Minden edzésen van 2-3 autó, aki 5-10 centire megy el mellettünk, és biztos, hogy szándékosan csinálja. A gyakorlott kerékpárosok nagyobb veszélyben érzik magukat a keskeny, rossz minőségű kerékpárutakon, mint az autóutakon a gépjárművek mellett haladva. Főleg, ha a lassabban haladó családokat, hobbi bicikliseket kell kerülgetniük. Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, a lehetséges KRESZ módosításról beszélt nemrég az Inforádió Aréna című műsorában. Nagyon sok kerékpárút egyértelműen veszélyesebb, bármilyen hihetetlen, mint az útszélén kerékpározni. A KRESZ módosítással kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy 3 éve folyik az egyeztetés, nagyon-nagyon lassan haladunk, nagyon sok körön vagyunk keresztül. Most legutóbb az Országos Balesetmegelőzési Bizottság volt, aki végig tárgyalta az anyagot. 7 vagy 8 pontban a javaslatcsomaggal kapcsolatban további kérdések elvetődtek fel. Halmosi Zsolt vezérőrnagyúrral abban állapodtunk meg, ő az OBB vezető, hogy a húsvét utáni második héten, hogyha a helyzet lehetővé teszi, akkor egy nagy egyeztetést fogunk tartani a Zoom-on, és a vitás kérdéseket megpróbáljuk tisztázni. Nem csak emiatt szükséges egyébként a KRESZ-nek a módosítása, például rengeteg új ilyen elektromos mikromobilitási közlekedési eszközé jelent meg, elég csak mondjuk az elektromos rollerekre gondolni, és ezeknek a szabályozását is valahogy a KRESZ-ben meg kellene határozni, csak úgy, mint az elektromos rásegítésű bicikli. Tehát itt vannak olyan feladatok, amiket a KRESZ módosítása során meg kell oldani, mert a technika fejlődése hozta, hogy erre is valamilyen módon reagálni kell. Az Európai Unióban évről évre az összes halálos baleset átlag 8%-át szenvedik el kerékpárosok. Magyarországon az átlagnál rosszabb az arány. A halálos balesetek 12%-ában a kerékpáros az áldozat.